Márkról. Nekem tetszett, mert mondták, hogy nagyon tökös gyerek. Igen, 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 mit hát jó, hát nem, 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 lehet látni, bemész az óvodába, és látod, hogy a társadalmi, hogy ilyen kis csenevészek, ilyen kis... a nagyvilágban, tényleg ez egy szép dolog, mi lesz belőle. És amikor a beszoktatás volt, akkor is láttam, hogy azért oda megy, elveszik, szóval nem fogják bántani, ez tök jó szerint. Tehát az a jó, ha úgy oda megy, és elveszi a játékot. Tehát... Hát persze, hogy az a jó, miért ilyen jó szerint. Nem tudom, mert mi a Gerdőt egyébként pont ezért nem akarjuk még az óviba a lényében. 3,5 éves. Tehát amíg most van, minden nap egykor elmondani. Eleget fogom majd kapni majd az életben, minél később kerül ki. Vágják, annál jobb, persze. Nem mondod, hogy minél később rehalasztjálok, annál nagyobb pofont fog kapni. Az élet nem pofonok, nem ide. Az élet nem feltétlen pofonokról szól, tehát nem arról van szó. Tehát szerintem meg lehet ugrani ezt a szintet, hogy most ki az a játék, és szerintem egy olyan szülői hozzáállásról, hogy a tiéd lehet, hogy nyugodtan vedd el, az nagy egészre a társadalomra nézve, hogy ilyen filozofikusan fogalmaz, az nem feltétlenül jó. De ki a játék? Az óvodáé, nem? Az játszik vele, aki... Hát az óvoda egy közös dolog, tehát ha megtanuljuk korán tisztelni a közt, ugye? Tehát mondjuk ezt Magyarországon, ez hosszú történet, de... Ez aztán nem ezt a gyereket, aki biztos, hogy nem fogja megtalálni a helyét, egész életében szenvedni fog, mert egy ilyen jó gyerek. Egyáltalán nem biztos, mert ez egy új minta lesz, aminek erre a társadalomnak szüksége van. Ja, akkor egy bár... Nyugodtan építsétek, azt építettek, amit akartok tényleg. Figyelj, mert akkor miért vannak, akik rombolnak rendszeresen. Nem fogom beküldeni egy olyan óviba a gyereket, ahol az óvodai azt hagyja, hogy mondjuk a ti gyereketek fogja és addig üsse az én gyerekemet, amíg el nem veszi. Nem adja meg, nem addig üti, nem üti a gyerekeket, érted? Megvédi. Nem adod a óviba, hanem az életre neveled el, ezt tudom mondani. Tehát, miért az óvoda az élet? Igen, az óvoda az ott élet, az iskola. Hát ott kezdődik, ahol kezdődik. Meg a kóskád, mert oda fogjuk adni. Beadjuk, hogy egyébként a csak még egy kicsit otthon van. Hát, a legjobb, ameddig lehet, otthon legyen. Bölcsibe se. Ott elnézésében lesz, hogy támad egy ötletet. Mit szólnátok, ha beadnátok egy Zsuzsa, mint a telegelejére, egy ilyen svéd modelles óviba, ahol ilyen nemek... Mit mondtál? Unisex. Ilyen unisex nevelés van. Se fiú, se lány, hanem mi volt. Később vagyunk, vagy most ja, erről beszélünk. Ez a terve. Ilyen óviba adják, hogy régen ilyen svéd óviba. Mindenki úgy rontja el a gyerekét, ahogy akarja. Egyébként a kóskáról már fölvették. Hát ez nem lep meg, tehát ez a fajta... Igen, ők is fölvették, és mi döntjük el, hogy mikor kezdheti el egy ilyen svéd modell szerinti oktatásra. Svéd. Svéd. Legendásan tudarcos társadalom is van. Hát ha tudnád, hogy mennyi alkoholista is depresszió van, szemben a magyar. Azért, mert hosszúak az éjszakák, meg hívják van, arra nem ők tehetnek. Nem ott fog élni, hanem csak az ő kulturált, civilizált európai. Azt, hogy nem skatulázok rögtön a legelején. Nem, te nem skatulázol. Hallod, milyen szavak estek ki a szádom? Ez a kulturált, ez az európai. Nem vagyok a legelején, nem vagyok érdemes valami. Kis tégránként fog felépülni. De hogyan? Az, hogy ő dönti el, hogy ő kicsoda. Ő dönti el. Nem mi döntjük el helyette. Nem akkor dönt, hogy ő Jézus Krisztus, akkor mit csinálunk? Változzál! Hogy mit csinálunk? Követjük. Nem tudhatod, hogy mi van. Tudod, hogy hány és hány ember élete el van rontva azáltal, tévesen szexuális a maradj nevele? Hát, ha fütyie van, akkor fiú. Szomorú, igaz? Szomorú. Nem, csak nézzük, hogy hova vezetek. Hova? Emberek, hogy megtalálják magukat, az egész életükben van, az meg keresik magukat. De legalább keresik. És nem megállapodnak valamiben, ami téves. Mit ami nem mondod téve? Miért mondod, hogy téves? Férfinak született, és ez egy férfi lesz belőle? Ez a téves?
És ő az, aki, akinek mondjuk pénzt kell keresni, meg olyan állást, hogy, hogy legyen jövője. Meg és nem valami izé, festőművészként valami... Nekem nem kell pénzt keresni, Levente? Nekem talán nem kell pénzt keresni? Hát abban nem kell annyit dolgozni. És én ennek mert apuga kitapossa a családnak az utalpásoknak a rendben, szisztematikus eltiprásával. Vannak barátaim, vannak kapcsolataim, és ezek kerülnek. Nagyon, tényleg, ez nagyon szomorú. Ez nem eltiprás, azért mert ő sikeres, mert nem tipor el bárkit. Azért mert irigy vagy. Azért még nem, de a gyakorlatban azért mondjuk ki, hogy mégis a Levente munkája... Ki tiportam el? Mindenki tudja, hogy hogy lett ez a vezérigazgatói munka. Ezt mindenki elfogadja. Úgy lett, hogy vakarod az én hátamat, én is vakarom a te hátamat. Ez sehova nem vezet, ez ahhoz vezet, hogy ti be fogtok golyózni 5 év múlva. Mindent megengedtek a gyereknek, nem ismeri meg a határait, fogalma se lesz, hogy kicsoda, ti se tudjátok, hogy kicsoda, azt se tudjátok már, hogy kikik vagytok. De ez nem valósult még meg soha, tehát nem tudjuk, hogy mire jó. Egy patriarchális társadalomban nőttél fel te is, ahol megvannak azok a szabályok, hogy a férfi felsőbbrendű, te magadat egy alsóbrendű lényeg. Egyáltalán nem gondolom magamat alsóbrendű lényeg, csak nekem is megvan a szeretem az életben, és neki is megvan a szeretem. Ha te így boldog vagy, akkor semmi baj nincs ezzel. Csak esetleg hagyd meg, hogy mi pedig úgy neveljük a gyerekünket, hogy nézzük. Jó, akkor semmi, majd csak beszélgetünk. Egyrészt csak beszélgetünk, másrészt meg észreveszitek, hogy ti kategorizáltok. Ti ítéltek el minket, miközben mi nem ítélünk el titeket. Nem mondtam, hogy rossz, amit csináltok. Ennek csak hatagtatok, nem. Hát hogy sehova se vezetek, hogy megnézzük 14 év múlva, hogy hova fog éppen járni, vagy mit csinál. Mert a mi gyerekünk azt tudom, hogy hova fog. Jó, ne tudom. Már fel is vett. Mert már tudod, hogy ő hova fog járni. De Zsuzsi, mi nincs ebben ennyi, majd ne rontsuk el az estét. Mások vagyunk, fogadjuk el. Te gondolom már az is megvan, hogy mi lesz a szakmája, igaz? És már a lány is kérdezik. Ezért igazgató lesz, mi lenne? Ugye, hogyha a gyerekre bíznám mondjuk, hogy mit akar enni, mert döntsd el, akkor nem enne más, csak cukorkát meg, csokit meg, chipset meg ezeket. Érted? Ez nem így van, mert a Gergőkének például megtanítottuk, hogy válogathat, és ő látta rajtunk a mintát, hogy mi egészségeset eszünk, és ő sem az édeset válogat. A legnehezebb úgy nevelni, amikor nem az van, hogy igen vagy nem, hanem minden egyes esetet egyenként elbírálsz. Sokkal több szellemi munka és idő, de sokkal hatékonyabb. Értek, én nem van az, hogy ez nem szabad, soha, meg van az, hogy ez csinál, persze mindent szabad. Egy is. Minden egyes eset más és más. Megbeszélgeted vele, hogy ne nyújj bele a konnektorba, mert nem fog rá ezzel rá, de csináld, próbáld ki. Nem olyan veszélyes egy áramütés, valaki észre se veszi. Nem biztos, hogy kapcsolatban. Hajnalig elnéztem volna, halálboldogan.